Négy helyszínből álló a Balkán félszigetet megcélzó eseménysorozatot szervezett az Agrármarketing Centrum élelmiszer exportfejlesztési üzletága, és a magyar élelmiszerek meghódították a Balkán félszigetet. Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Gici G. Gergelyt, az Agrármarketing Centrum ügyvezető helyettesét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy sikerült? Jól sikerült, ez már a 2022. novemberi indulása óta ennek a programsorozatnak a 20. alkalom volt, hogy ilyen üzletfejlesztési találkozót szerveztünk, és hát azt tudom mondani, hogy kivétel nélkül sikeresen értékelhetjük ezeket, hiszen sokszor fölteszik nekem is azt a kérdést, hogy mi igazán a sikernek a mércéje ebben a műfajban, hiszen a legtöbb esetben nem konkrét üzleti megállapodások, tehát az üzleti megállapodások nem konkrétan ezeken az üzletfejlesztési eseményeken ott a helyszínen köttetnek, hanem az azt követő hónapokban, sokszor egy-két évben, hiszen ez egy hosszú tárgyalási és komoly termékfejlesztési, csomagolásfejlesztési folyamat is tud lenni, mire pont kerül egy-egy ilyen ügyletnek a végére. De nekem mégis valamit erre válaszolunk kell erre a kérdésre, és hogyha ha igazán őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a cégeink képviselőinek a személynek a csillogása az igazi sikerrecept. Az, hogy ők visszajárnak, az, hogy ők a legkisebbektől a legnagyobbakig, a magyar élelmiszeripar zászlóshajó cégeig ott vannak velünk ebben a programban, szeretik az eseményeinket, visszajáró vendégeink, és megköszönik azt a munkát, amit végzünk. Hát talán ez a siker igazi foka. Igen, fokmérője, köszönöm. Ha az élelmiszerekről beszélünk Magyarország esetében, akkor milyen élelmiszerekkel képviseltettük magunkat? Teljesen vegyes. Nyilván megvannak a magyar élelmiszeriparban azok az iparágak, amelyek húzók az előállításban is és az exportban is, ilyen a húsipar, ilyen a tejipar, ilyen a zöldséggyümölcs feldolgozás, fagyasztóipar, pékipar, stb. Ugyanakkor az is egy nagy tapasztalat ezeken az eseményeken, hogy teljesen vegyes azoknak a cégeknek a profilja, akik sikert tudnak elérni, és nem is feltétlenül az iparágban kell keresni a sikernek a kulcsát, hanem sokkal inkább a képességekben, és az alázatban, és az akaratban, tehát a humán faktorban. Ezt tanultuk meg az elmúlt években. Az üzletági találkozóra 9 hazai élelmiszergyártó utazott ki, ugye ez nagyon fontos, magolajokat, gluténmentes termékeket, kekszeket, üdítőket, szörpöket, illetve nyúlhúst és gyorsfagyasztott termékeket ajánlottak többek között. Minek volt a legnagyobb sikere? Hát talán nem korrekt, ha kiemelek egyes ágazatokat, de azt tudom mondani, hogy tényleg vegyes a kép. Tehát a kézművessörös, a magolajos, a gluténmentes terméket előállító cégek, a fagyasztott élelmiszereket előállító cégek, a húsipar képviselői, a sajtgyártók, tehát most akkor mondtam egy elég széles vertikumot, talán így korrekt, mindenki megtalálta a számítását. És hát ezt ugye onnan érdemes közelíteni, hogy azért a Balkán Európának az a része, amiben még komoly lehetőségek vannak a magyar élelmiszerexport fejlesztése szempontjából, hiszen logisztikailag közel van. Autópályán mind a négy most érintett ország, tehát Románia, Bulgária, Szerbia és Észak-Macedónia fővárosa is háztól házig elérhető. Azon a logisztikai távolságon belül van, ami nekünk fogható a magyar élelmiszeripar szempontjából. Itt a logisztikai nagyon fontos kérdés. Hasonlók a kulturális alapjaink, hasonlók a fogyasztási szokásaink, és hát fejlődő gazdaságokról, fejlődő piacokról van szó, ami így együtt azt jelenti, hogy ezt a négy országot, ha tekintjük, akkor ez egy 35 milliós fogyasztói bázis, tehát egyértelmű, hogy erősíteni kell azokat az üzleti kapcsolatokat, amelyek a magyar élelmiszeripari gyártók és az ottani beszerzők között megvannak. Beszéltünk itt sikerről, ezen most már így túl vagyunk. Mi a következő lépcsőfok, hogyan zajlik tovább ez a folyamat? Magában egyáltalán, hogy a balkáni országok és Magyarország között ez a kapcsolat, ez még erősebb legyen. Erősebbé szeretnénk fonni. Egyrészt Romániában most már második alkalommal voltunk jelen üzletfejlesztési találkozóval. Én még az idei évben egy szlovéniai hasonló eseményt nagyon szeretnék megszervezni, és a jövő évben pedig folytatjuk, hiszen ott van még például Montenegró és Albánia, ugye a Nyugat-Balkánon, és akkor lesz teljes a kép, hogyha ezeket jövő évben meg tudjuk szervezni, meg tudjuk látogatni. Én azt gondolom, hogy a Balkán félsziget egység és integráció az európai ügy szempontjából is nagyon fontos kérdés, és hát nyilván a minél gyorsabb, minél hamarabbi Európai Uniós integráció a Nyugat-Balkánok, az megkönnyíteni az élelmiszerexportban is a dolgunkat, de hát addig is végezzük gőzerővel, amennyit tudunk. És mik a célok jövőre?
Hát jövőre én azt gondolom, hogy olyan 10-12 hasonló üzletfejlesztési találkozót meg tudunk majd szervezni. Most készülünk egy amerikai Egyesült Államokbeli piacismereti nappal még ebben az évben a magyar cégeknek, és hát jövőre térképen vannak olyan országok, mint például Azerbajdzsán, vagy a Fülöp-szigetek, de Egyiptomot is említhetném, vagy Szaúd-Arábiát, úgyhogy egészen távolnak tűnő, de mégsem lehetetlen piacokat is be fogunk járni. Ehhez nagyon sok sikert kívánunk, és köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.